A 2017-es költségvetés tárgyalása éppen a napokban zajlik, ezért tartotta fontosnak az országgyűlési képviselő, hogy tájékoztatást adjon a tervezet legfontosabb kérdéseiről. Tavaly az első volt, hogy már a tavaszi időszakban elkezdhettük tárgyalni a rákövetkező év költségvetését. Ezt csak azok az országok tudják megtenni, akiknek komoly gazdasági stabilitásuk van, nincs várható, kiugró, eltérő olyan nem várt esemény, ami megborítaná a költségvetést, és ez pontosan mutatja, hogy a 2010-ben elkezdett gazdasági és társadalom építési programjunk, amelyet most már sokan magyar modellnek neveznek, ez beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A politikus szerint a magyar reformok tehát működnek méghozzá jól, hiszen például a januártól bevezetett sertéshúsra vonatkozó áfa csökkentés is beváltotta a hozzáfűzött reményeket. És ennek a logikának a mentén, ami nagyon pozitív a sertéshús tőkehúsok áfájának csökkentésével, a 17-es tervezett költségvetésben további fontos a tej, a baromfés tojás tekintetében vezetjük be az 5%-os áfát, így aztán mondhatjuk, hogy a legjelentősebb élelmiszer formáknál, húskészítményeknél 5%-os lesz az áfa. A költségvetés további lényeges és sokakat érintő pontja a családi adókedvezmény változása lesz. Ugyanis 2017-től a két vagy több gyermekes családok esetében 15 000 forintra emelkedik a kedvezmény mértéke, ami 4 év múlva a tervek szerint eléri majd a 20 000 forintot.